Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jól halad az előkészítés. Nagy előzetes érdeklődés övezi az idei EDÜ eseményeit. Fórum a korszerűsítésről. Hamarosan elkezdődik a tavasz és a Pacsirta utca felújítása. Búcsú az Alma Mátertől. 160 nappal is diák ballagott el pénteken a Göndöcsből. Kovásznai költő Gyulán. Cilli Aranka Ágota új kötetét mutatta be a könyvtárban. Az előzőhöz képest háromszor annyi, összesen 650 diák jelentkezett eddig az EDÜ-re, így minden kategória elindulhat, jelentette be Alt Norbert alpolgármester. A pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, az EDÜ-t követően május 26-án ingyenes családi sportnapot rendeznek a Várkertben. Ez a nap híre. Illusztris vendégekre számítunk, illetve fiatalok körében népszerű zenekarokkal. Pénteken a művelődési központban tartottak sajtótájékoztatót az idei Erkel diák ünnepekről. Az előző alkalommal 2017-ben alig 200-an, ebben az évben azonban 650 diák jelentkezett. Farkas Mária szervező elárulta, Gyuláról és Békés Csabáról közel 100-an jönnek, a legtöbben Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből nyújtották be nevezésüket. Mindegyik kategóriát úgy tűnik, hogy el tudjuk indítani. Persze vannak olyan kategóriák, amelyek sokkal népszerűbbek, és vannak kevésbé népszerűek, de mindegyiken úgy tűnik, hogy van annyi jelentkező, hogy lehet zsűriztetni a produkciókat. Nagyon nagy számban jelentkeztek Miskolcról, és úgy gondolom, hogy ők elég messziről is jönnek, és nagyon sok résztvevőre számíthatunk. Hozzátette, a jelentkezési határidőt meghosszabbították, így május 8-áig még bárki feliratkozhat. A 28. Erkel diák ünnepeket május 24-én és 25-én rendezik meg, május 26-án pedig gyermeknap alkalmából, családi programokkal, valamint sportnappal kedveskednek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermeknap az egy a sok közül, amire igyekeztünk összeszedni egy olyan csokrot, ahol a gyermekek lelkét, illetve testét párhuzamosan együtt próbáljuk simogatni. Báb előadással kezdünk a délutáni órákban, majd ezt követi a Bortorján zenekar nagy koncertje. Lesz óriás torta, aminek nagyon-nagyon szoktak örülni a gyerekek. Számtalan bemutató, gyermekjátszóház, tűzoltó bemutató. Emellett ugrálóvár, vattacukor és számtalan ügyességi verseny, valamint esti konfetti parti színesíti a rendezvényt. Katona Katalin ügyvezető igazgató hangsúlyozta, a gyermeknapi eseményen való részvétel, a különböző foglalkozások teljesen ingyenesek lesznek. Ezzel egy időben a Várkertben egésznapos sporteseményre invitálják a családokat, valamint egy rekordkísérletre is készülnek. Az Alt Norbi és Jómagam közös összefogásából kipattant egy gondolat, hogy csináljunk egy rekord gyerekjóga kísérletet a gyulai vár tövében. Volt már erre alkalom itt Gyulán, kicsiben, reméljük, hogy ezt most überelni tudjuk, amikor a sportcsarnokat töltöttük meg, és egyszerre 120 gyerek jogázott. A városi gyereknap keretén belül megrendezett sportnapon többek között jóga, kengú, saját testsúlyos edzés és különböző fitness gyakorlatok várják az érdeklődőket. A rendezvényen a sportágak jeles képviselői Bánkúti Gabriella ötszörös világbajnok és Európa-bajnok, illetve Claudio Gutu is részt vesznek. Utóbbi Zumba Masterclass órát tart majd. Ő egy nagyon-nagyon jó hangulatú, pörgős, vicces, humoros órát fog tartani. Nagyon-nagyon szokták szeretni, tavaly már járt a városunkban, és az idén újra elfogadta a meghívásunkat. Az ingyenes rendezvényen civil szervezetek biztosítják az egészséges ételeket. Rossz idő esetén a kültéri programot a városi sportcsarnokban tartják meg. A közeljövőben elkezdődik a tavasz, illetve a Pacsirta utca felújítása, jelentette be Görgény Ernő polgármester a Park Hotelben rendezett lakossági fórumon. A beszámoló szerint a munkálatok már a héten elindulhatnak, mindkét utcában korszerűsítik a csapadékvízelvezető rendszert, illetve szintén mindkét helyen szélesebb lesz az útburkolat. Felújítják a csapadékvízelvezető rendszert Gyulán a tavasz, illetve a Pacsirta utcában. A kivitelezés terveiről tartott lakossági fórumot a napokban Görgényi Ernő polgármester.
A Tavasz utcában már a hét folyamán elkezdődnek a munkálatok. Amikor itt végez a kivitelező, akkor fog áttérni a Pacsirta utcára. Az előző 400 millió forintos pályázatunk, amely a belvíz és csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését, utcák rehabilitációját szolgálta, befejeződött. 11 helyszínen végeztünk a városban munkálatokat, de megnyertünk egy újabb pályázatot. Ez ugyancsak közel 400 millió forint pályázati támogatást jelent, és ebből 12 helyszínen tudunk végezni olyan munkálatokat, amelyek a belvíz csapadékvízelvezető rendszerünk fejlesztését szolgálják. A polgármester által említett fejlesztésekbe tartozik bele a Tavasz és a Pacsirta utca felújítása is. A két utcában a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója mellett új utat is építenek. Az érintett szakaszokon fákat is ültetnek majd. Ha megvan a csapadékvízrendszer kiépítése és a vízvezeték csere, és akkor ezt követően az útalap megépül, amit utána lefednek, és ezt követően pedig a fásítási feladatokat fogjuk elvégezni, de az az őszre fog maradni, az október-november. A beszámolók után a lakosság kérdéseire válaszolt a polgármester. Bizonyos ideig az utcában majd nem lehet közlekedni. Ez ügyben szíves türelmüket kérik a lakóktól. 160 nappal is diák vett búcsút a Göndört Benedek középiskolától és készül fel a következő hetek kihívásaira. Péntek délelőtt a Nádi Boldogasszony templomban rendezték az intézmény ballagási ünnepségét. Hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol. A hagyomány szerint Gyula belvárosán vonult végig a Göndöcs Benedek középiskola ballagási menete. Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma. A plébánia falán elhelyezték a koszorút az intézmény névadójának, Göndöcs Benedek apát plébánosnak a táblájánál. A kirándulások, azok nagyon jók voltak, én azokat nagyon szerettem, és a tanárokat. Nagyon jó fejek voltak hozzánk, sokat próbáltak nekünk segíteni, és hát nagyon sokat köszönhetünk nekik. Az ünnepi misét Fazakas Gusztáv plébániai kormányzó mutatta be. Azt mondta, az ember minél távolabb kerül időben a ballagásától, annál inkább elmélyülnek benne bizonyos élmények. Én azt kívánom most nektek, önöknek, hogy egyre inkább, ahogy távolodnak ettől a csodálatos együttléptől, egyre inkább éljen a szívükben, és éljen benne a Szentlélek tüze által az együtt eltöltött értékes és nemes időnek az a csodálatos érték halmaza, amelyre bátran lehet alapozni egy életet, emberséget, és mondhatjuk bátran, mivel keresztény katolikus oktatási intézményről van szó, egy örök Krisztus jövőt. Ahhoz, hogy valaki jó szakemberré váljon, emberként is jónak kell lenni, hangsúlyozta Cirok Sándor igazgató. Az iskolánkban folytattunk szaküdépiskolai, szakgimnázium és gimnáziumi képzés is, tehát alapvetően szakképzéssel foglalkozunk, és az elsőleges célunk az, hogy jó szakembereket képezzünk. De úgy gondoljuk, hogy igazából jó szakember az abból lesz, aki emberileg is fejlődik. Valljuk azt, amit Don Bosco üzent nekünk, ha te jobb ember leszel, akkor a világ is jobbá válik általad. Nappali tagozaton 160 diák tesz érettségi vagy szakmai vizsgát a következő hetekben. Az esti tagozatosokkal együtt a Göndöcsben 200-nál többen szerezhetnek valamilyen végzettséget. A könyvtárban mutatták be Cilli Aranka Ágota legújabb kötetét, melynek Nyitott ablak a címe. Első írásai romániai magyar közéleti és irodalmi lapokban jelentek meg, legújabb versegyűjteményét pedig most több magyarországi állomáson is megismertette a közönséggel. Cilli Aranka Ágota Kovásznán végezte iskoláit, egyetemi diplomát Kolozsváron néprajz magyar szakon szerzett. Első írásai még Lukács Aranka néven romániai, magyar közéleti és irodalmi lapokban jelentek meg. A magyarországi irodalmi folyóiratok közül a Magyar Napló, az Agria és a Lyukas Óra közölte verseit, de rendszeresen publikált a csíkszeredai székhelyű Székelyföld kulturális folyóiratban is. Ezúttal legújabb munkáját, a Nyitott ablak című verseskötetet hozta magával gyulai könyvbemutatójára, amely egy országjáró körút utolsó állomása volt. Végül is azért esett a választására, Nyitott ablak címre, mert hogy én úgy gondolom, vagyis valahol ez egy kicsit a költészet felfogásomat is tükrözi, mert hogy én úgy gondolom, hogy a
versnek, a költészetnek az igazi funkciója az egy ilyen ablaknyitogatás zárt világok között, tehát kapcsolatteremtés, ha lehet erről beszélni, szerző és olvasó között. A szerző férjével és 3 gyermekével ma is Kovásznán él, a helyi Kőrösi Csoma Sándor iskolaközpont magyar nyelv és irodalom szakos tanára. Legújabb szerzeményéről Dézsi Jánossal beszélgetett a közönség előtt. Sok olyan szabad vers van benne, amire meg is fogom megkérdezni a szerzőt, hogy tudatosan választotta ezt a formát, vagy sem, ami tágteret enged ahhoz, hogy ő minél jobban kifejezze önmagát. Kevesebbet találtam benne a kötött versek közül, viszont ami meg észrevehető volt, hogy mindamellett, hogy szabad vers nagyon sok van ebben a kötetben, nagyon sok játékosság is van mellette. Cilli Aranka Ágota a könyv címével a saját versek iránti kötődését próbálja leírni, hiszen úgy gondolja, hogy a versek egyfajta ablakot nyitnak a világ felé. Immár hagyományjá vált karinapot tartottak a Gál Ferenc Főiskola gyulai intézményében. Rövid hírek következnek. Csütörtökön rendezték meg a Gál Ferenc Főiskola gyulai intézményében az egészséges életmód és a közösségépítés jegyében az immár hagyományjá vált karinapot. Az egésznapos eseményt 5 kilométeres futással indították. Ezt követte a rekreációs, testi és lelki felfrissülést szolgáló foglalkozás. Homoki Andrea dékán hozzátette, az egészségügyben dolgozók számára különösen fontos a kiégés elkerülése, a mindennapi stressz levezetése. Az ANTS munkatársai különböző szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket. Az egészség és szociális tudományi kar hallgatói a vérnyomás és a testzsírmérés mellett élethű bábukon tanulmányozhattak testi és szervi elváltozásokat, betegségeket. Földesi Alexandra első éves ápolószakos hallgató a reggeli futást emelte ki, ahol a 26-os számot írták fel a város utcáira, megemlékezve a gyulai felsőoktatás létrejöttének évfordulójáról. Miközben az intézmény falain belül zajlott az oktatás, odakint Bográcsban készült a babgulyás. A főzést és a tanórákat követően a jó időre való tekintettel az udvaron ebéddel várták a hallgatókat és tanáraikat. A karinap remek lehetőség az egészségnevelés mellett a közösségi kapcsolatok építésére is. A rendezvényt rózsatövek és levendulák ültetése, az udvar szépítése zárta. Az Erkel Ferenc ifjúsági fúvós zenekar produkciója csalogatta a családokat a Göndöcskertbe a gyulai majálison. A művelődési központnál a különféle program lehetőségek mellett az éhes szájakra is gondoltak, és széles kínálatból lehetett válogatni. A legkisebbeket Ugrálóvár várta május 1-én, de kézműves foglalkozása is volt lehetőség. Ezen a napon Pezsgő közösségi élet fogadta a kilátogatókat, és a szerdai munkaszüneti napnak köszönhetően a felnőttek is kikapcsolódhattak. Jöttünk ide megnézni, mert a szomszéd asszonyunkhoz szoktak jönni reggeli ébresztőre. És kedvet kaptunk, hogy kijöjjünk megnézni személyesen őket. A gyulai ünnepségen arra törekedtek a szervezők, hogy a gyerekek és a felnőttek egyszerre érezhessék jól magukat. Program lehetőségek közül nem csak a Göndöskertben lehetett válogatni, mivel a sportcsarnok mellett egy egyedülálló szórakozási lehetőség kínálkozott, a nemrég felállított 35 méter magas óriás keréknek köszönhetően. Ez páratlan kilátást nyújt a városra, amit egészen május 12-éig kipróbálhatnak az érdeklődők. Négy darab felirattal ellátott lépcsőt adtak át csütörtökön a Dürer Albert általános iskolában. A 3 tematikus lépcsősor a tavaly átadott Dürer sarokhoz hasonlóan 48.000 forintos pályázati támogatásból jött létre. Ez a keret nem volt elég a teljes kivitelezésre, így a szülők is hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljon. Szlovákia, Ukrajna, Románia. Az egyik lépcsősoron az országok nevei. Boldog Apolvérmos, katolikus biskup. A második lépcsősoron a Gyulához kötődő híres emberek nevei, a harmadikon pedig jó kívánságok szerepeltek. A lépcső átadóval egy időben látogatott Gyulára a mezőbodoni tanulócsoport 20 tagja, 3 pedagógus kíséretében. Ők arra vállalkoztak, hogy a Járd Végig program segítségével a fürdőváros révén ismerik meg Magyarországot.
Ezek a felvételek még a két évvel ezelőtti találkozón készültek, a megyei sérült fiatalokat sok színes program várt a Gyulán. Idén május 23-án már 5. alkalommal rendezik meg az eseményt, ennek részleteiről a Szivárvány nappali központban tartottak sajtótájékoztatót. Az esemény iránt évről évre nő az érdeklődés, az első még mintegy 300-an voltak, idén már most 540-en jelezték, hogy szeretnének eljönni. Azt már Fenesi Balázs, a Mozgáskorlátozottak Regionális Egyesületének tagja mondta el, hogy térségünkben nagy perspektíva előtt állhat a sérült emberek darts sportja. Örkényi Nyist Kornélia, az Esélypedagógiai Központ tagintézmény vezetője arról beszélt, hogy már a szervezésbe is bekapcsolódnak. Alt Norbert Gyulai alpolgármester hangsúlyozta, ez a program az elmúlt fél évtizedben megyei szinten is meghatározó rendezvénnyé nőtte ki magát. A május 23-ai programok a sportcsarnokban és környékén 8 óra 45-kor kezdődnek, és késő délutánig tartanak, azokon bárki részt vehet. Légpuskával lőtte meg a szomszéd kutyáját Békés Csabám. Május 1-én állatkínzás gyanúja miatt állítottak elő egy férfit Békés Csabám. A 35 éves férfi ugyanis az azt megelőző napon légpuskával meglőtte szomszédja kutyáját. A Békés Csabai rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. Május első vasárnapján emlékezünk meg az édesanyákról. Az anyák napjának megünneplése egészen az ókori görög hagyományokig nyúlik vissza. Magyarországon viszont 1925-ben az Ifjúsági Vöröskeresztnek köszönhetően tartották az első ünnepi rendezvényt. Ön miért tartja fontosnak az anyák napja megünneplését? Szerintem édesanyámra emlékeztet nagyon, mert hát igaz, hogy a páromnak a anyukájára, meg hát ezért szerintem ez egy szép dolog. És egyébként ilyenkor ajándékot is szokott nekik adni? Igen, igen. És miket? Hát olyan jellegzetes dolgok, amik úgy megmarad neki az életében. Én nagyon fontosnak tartom, hát ez a szeretet végül is. És ilyenkor önt meg szokták ajándékozni? Meg feltétlenül. És mikkel például? Hát egy orchideával, egy maga készített ajándékkal, ilyen egyedi darabokkal. Hát, mert mindenkinek van egy anyja, gondolom, és a szeretet. És ilyenkor ajándékot is szokott adni? Hogyne. Itt van a párom például. Igen. Tehát nekünk van 4 gyerek. Hogyne, persze. És a gyerekek is, ha anyák napja van, akkor mindegyik valamivel tolerálja. És mivel szokták megajándékozni? Hát virággal, a lányunk ott lakik közel mellettünk, ott mit szokott az ora? Meghív magához, hát egy pár perccel lakik tőlünk. Ez. Én meg virágot veszek. Élénk érdeklődés tapasztalható az elhelyezkedést segítő támogatások iránt. Lapszemle következik. Segítik az elhelyezkedést. Élénk az érdeklődés az elhelyezkedést segítő támogatások iránt Gyulán, írta a Békési Járások. A kormány foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását, a foglalkoztatottak számának további növelését is szolgálják a különböző támogatások, képzések. Új tárlat Békésen. A 19. századi vallásos élet tárgyait mutatják be, írta a Békésváros. A Városházán megrendezett kiállítás a nagyobb békési keresztény egyház közösségek hagyományaiba enged be pillantást. Bibliákat adományoznak. Minden egyházmegye kap egy hasonmás példányt a kézzel másolt Bibliából, írta a Magyar Kurír. A könyv eredetiét Ferenc pápa kapta meg 2015-ben, közölte a Biblia másolás kezdeményezője Benyik György. Japán asztalokra kerülhet az orosházi zöldborsó. A hét elején japán küldöttséget fogadott az Orosz Farm ZRT. Az Orosz Café arról számolt be, a távol-keleti üzletemberekből és mezőgazdasági szakemberekből álló delegációt elsősorban az itt termesztett zöld borsó érdekelte. Lehűlés és sok csapadék vár ránk a hétvégén. Hétfőtől megszűnik az eső. Szombaton lehűl az idő, délutántól eső várható. A hőmérséklet az éjszakai 10 fokról délutánra 19 fokig emelkedik. Vasárnap folytatódik a csapadékos, hűvös idő. A hőmérséklet 12 és 14 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Jól halad az előkészítés. Nagy előzetes érdeklődés övezi az idei edű eseményeit. Fórum a korszerűsítésről. Hamarosan elkezdődik a tavasz és a Pacsirta utca felújítása. Búcsú az Alma Mátertől. 160 nappal is diák ballagott el pénteken a Göndöcsből. Kovásznai költő Gyulán. Cilli Aranka Ágota új kötetét mutatta be a könyvtárban. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a YouTube-on, a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!